Nehéz légzés, fulladás, fáradékonyság nincs. A szokásos protokoll kérdéseket Orbán Viktor miniszterelnök is megkapta, amikor vasárnap a Tolna megyei Balassa János kórházban tett váratlan látogatást. Azt mondta, a látogatás célja az volt, hogy megbizonyosodjon afelől, ha koronavírus fertőzötteket kell a kórházban elhelyezni, akkor a szekszárdi intézmény fel van-e készülve erre. Most ezt teljes mértékben felszabadítottuk, és üres csak a betegeket várja. Németh Csaba főigazgató mutatta meg azokat a kórtermeket, melyeket az intézmény felkészített a koronavírusos betegek fogadására. A miniszterelnök úr megtekintette a sürgősségi osztályunkat, illetve azt a elkülönített kis sürgősségit, ahol a lázas betegeket fogadjuk most ebben a járványos időszakban. Ezt követően fölment a belgyógyászati épületbe, amiről, ahogy korábban hírt adtunk, gyakorlatilag a járványos betegek ellátására került kiürítésre. Ezt személyesen is megtekintette. Ezt követően pedig még a műtődiagnosztikus blokknak az intenzív osztályát, illetve annak a kibővítését szerette volna megnézni, ahol ugye a gépi lélegeztetésre szoruló betegeknek az ellátását fogjuk és tudjuk biztosítani. Az intézményben most egy bizonyítottan koronavírusos szemét kezelnek, de a kapacitások maximális igénybevételével egy időben közel 180 ágyon folythat a fertőzöttek ellátása. Látogatása végén a miniszterelnök gratulált a kórház felkészültségéhez. Németh Csaba elmondta a hétvégi ünnepek tapasztalatairól szólva, az elmúlt évekhez képest lényegesen kevesebb ellátandó betegük volt a sürgősségi ellátásban és a detoxikáló állomáson.